nemzetközi formációs táncversenyt rendeztek Zalaegerszegen. A táncosok egyéni műsorszámokat mutatnak be ezekben a pillanatokban is a Gála kupán. Gyuk Alexandrát kapcsoljuk a helyszínről. Szervusz! Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Elképesztő produkciók, különböző látvány- és versenytáncok, gyönyörű ruhák és sminkek. Csak néhány dolog, ami jellemző itt Zalaegerszegen ezen a hétvégén az Zalakerámia Sport és Rendezvény csarnokban. Ugyanis zajlik ezekben a pillanatokban is a táncverseny, amelyet a Gála Társas Tánc Klub Egyesület szervezett, és már is fordulok Kuzma Péter vezetőhöz, akik elhozták ide Zalaegerszegre ezt a nagyszabású táncsót. Mi zajlik most éppen, mit láthat itt a jelenlévő közönség, és ebben a pár percben a nézők is. Üdvözlöm a kedves nézőket! Jelen pillanatban itt Zalaegerszegen a Városi Sportcsarnokban a 23. alkalommal megrendezésre került Gála Kupa klubközi társas táncverseny zajlik, amely a Magyar Táncsport Szakszövetség versenynaptárában szerepel. Ebben a pillanatban egy felnőtt korosztályú B kategóriás verseny döntőjének az utolsó tánca zajlik, amely nem más, mint a Jive. És egyébként hogy értékelik ezt a hétvégét? Milyen produkciókat láthattak, és mennyi táncos gyűlt itt össze itt Zalaegerszegen? A mai klubközi táncverseny megelőzően tegnap három kiemelt fontos versenyt tartottunk. Az első a Magyar Táncsport Szakszövetség autentikus modern és divattánc szakágának országos bajnoksága volt, ezt követően szabadidősport országos kupaverseny, majd a formációs táncok magyar bajnoksága, együtt egy nemzetközi verseny az Alopennel, amelyen 30 csapat, közel 600 táncosa mutatkozott meg. És egyébként milyen volt a hangulat, milyen volt így a táncosok kedve, milyen, hogy szerepeltek, például a Gála, hogy szerepel most ezen a hétvégén? Nagyon jó hangulat volt, telt ház a sportcsarnok előtt zajlott a rendezvény, mindenki elegedetten tért haza, a táncosok egymás között nagyon jó barátságot ápolnak, nagyon jó kis közösségek alakultak ki, nem csak a városon belül, hanem az ország határain belül és túl is, hiszen külföldön is érkeztek csapatok, és visszatérve a saját csapatainkra, három kategóriában, ahol indultunk, mindhárom helyszínen, mindhárom kategóriában bajnoki címet szereztünk. Most mikor lesz az eredmény hirdetés, és ez még ma ki fog derülni egyébként, hogy hogyan szerepeltek ma a versenyzők? A délelőtt folyamán standard táncok voltak, annak az eredmény hirdetése lezajlott. Most az utolsó előtti döntő kezdődik, körülbelül egy 15 perc múlva pedig zárul a délutáni események eredmény hirdetése. Kuzma Péternek nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, ahogy önök is láthatják, még javában zajlik Zalaegerszegen a táncverseny. Gyönyörű ruhák, gyönyörű táncosok, és egyébként a Gála minden évben megszervezi ezt a táncversenyt itt Zalaegerszegen, aminek nagyon nagy sikere van a közönség előtt is helyben. Alexandra, nagyon szépen köszönjük!